Beszélünk a szabadkereskedelmi egyezményről, az Egyesült Államok és Európa közti, Európai Unió közti szabadkereskedelmi egyezményről. Elég bonyolult az ügy, de itt van szerencsénkre Kerékbárci Szabolcs, a Demokratikus Koalíció elnökségének tagja. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! És majd mindjárt segít nekünk ebben eligazodni. Tegnap az LMP társelnöke Siffer András azt mondta, hogy minden erővel meg kell akadályozni ezt a bizonyos szabadkereskedelmi megállapodást. Megjegyzem, magyar kormányhangok is voltak, amelyek azt mondták, hogy Magyarország esetleg, mint Európai Uniós tag megvétózná ezt a megállapodást. Siffer hozzátette, hogy a szabadkereskedelem főként egy gyengébb perifériális, félperifériális ország számára az nagyon veszélyes, de az az igazság, hogy hosszú távon az egész bolygó pusztulását is jelentheti. Hát, hogyha ilyen veszélyes, akkor tényleg óvatosnak kell lenni, nem? Hát legyünk egy kicsit komolyak, tehát ne menjünk el bulvár irányba, hogy Siffer András elment. A szabadkereskedelem az ugyanolyan szabadságjog, mint a demokráciában minden más szabadságjog, a termékek, személyek, szolgáltatások, tőke, tehát a pénz szabad áramlása, az már furcsa módon nem 1990-es vagy azóta eltelt időszak vágya volt a magyar demokraták részéről, hanem már jóval korábban is ez megfogalmazódott. Az Európai Unió egyik alappilléréről, értékéről és érdekéről is beszélünk, tehát amikor valaki azt mondja, hogy ez alássa a világot és nyomorba, pusztulásba dönt bennünket, akkor rögtön azt is hozzá kell tennie, hogyha a szabad kereskedelem ellenes, és ellene van a szabad kereskedelemnek, akkor mindjárt az Európai Unióból való kilépésünket is szorgalmazza. Éppen ezért életveszély az, amit Siffer András megfogalmazott, de miről is szól ez az egész tárgyalás? Igen, mert az, hogy az erősek jobban járnak akkor, ha minden szabad, ezt sokan gondolják, és el tudom képzelni, hogy van logika egy ilyen óvatosságban is. Magyarország erős vagy gyenge? Ön szerint, hát az Egyesült Államokhoz képest nekem inkább gyengébbnek tűnik, bár szájkaratéban már verjük őket. Így van, tehát Magyarország gyenge. Na most mégis, ha megnézzük, Magyarországon körülbelül 8%-a a munkahelyeknek az valamilyen módon a külkereskedelemhez, elsősorban az exporthoz köthető, hogyha mindent egybeveszünk, akkor ez, tehát a teljes külföldi kereskedelmet, exportot, importot, ez még nagyobb. A magyar nemzeti jövedelemnek jelentős része származik a külfölddel való ilyen vagy olyan kereskedelmi jellegű kapcsolattartásból. Tehát már is megcáfolható puszta tényekkel és számokkal az, hogy egy mondjuk gyengébb fejlettségű ország, ez is kérdés, hogy hogyan nézzük mondjuk az egyfőre jutó nemzeti jövedelem alapján például, igenis még egy magyarországi fejlettségű ország is csak és kizárólag profitál a szabadkereskedelemből. Az, hogy nincsenek határok az Európai Unión belül, illetve ezek a határok lebomlanak egyre inkább, ez is segíti azt, hogy főként egy kicsi erőforrásokban, természeti erőforrásokban szegény, nyitott gazdaság, mint Magyarország, jobban járjon. Tehát Magyarország nettó módon profitál abból, haszna származik abból, hogy a világ nyitott, és hogy a magyar termékek, szolgáltatások szabadon eljuthatnak, legalábbis az Európa nyugati részébe, vagy az Európai Unióba. Azt mondják, akik ehhez értenek, és statisztikát felállítanak, hogy az Egyesült Államokkal való szabadkereskedelmi megállapodás megkötése után körülbelül rövid időn belül körülbelül 1,5-2 millió munkahely teremtődne, és a nemzeti jövedelem ebben a térségben körülbelül 2%-kal nőne. Na most nyilván jöhetnek az ellenzők, hogy de hát Magyarországra ez nem úgy csapódik le, csak ne felejtjük el, hogy egy ország versenyképessége az elsősorban ma már látható, hogy attól függ, hogy az adott országon belül milyen adminisztratív terhekkel, milyen jogbizonytalansággal terhelik meg az embereket és a vállalkozásokat a kormányok. Tehát sokkal inkább a bizonytalan jogi környezet, a kiszámíthatatlan politika járul ahhoz hozzá, hogy Magyarország versenyképessége nem tud úgy nőni, és még mindig a... Tehát, hogy azt mondja, hogy ez nem veszélyeztetné a magyar mondjuk kivitelt, hanem éppen, hogy segíteni? Hát nézze,
Tehát a szabadkereskedelmi megállapodásnak ugye az is az egyik alapja, hogy korlátozásmentesen juthatnának magyar vállalatok, és persze Európai Unió más országaiból származó vállalatok amerikai piacra és fordítva. Na jó, bocsánat, tehát lehet, hogy le lehet bontani. Szerzési eljárásokon például, ugyanúgy, mint ahogy az amerikai vállalatok, a szellemi tulajdonjog ugyanúgy lenne védve magyar esetben, vagy magyar vállalkozások esetében, magyar találmányok esetében az Egyesült Államokban, mint az Európai Unióban. Tehát mindaz az előny, amit élvez egy amerikai vállalkozás az Egyesült Államokban, az megilletné a magyar vállalkozásokat. A nyitottság... Bocsánat, csak itt hogy vágja közbe egy pillanatra, hogy megilletné, na de sokszor látjuk azt, hogy a jogi lehetőség önmagában kevés, például a tőkeerő is számít, tehát az a cég, amelyik tőkeerősebb, amelyik otthonosabban mozog azon a piacon, amelyik nagyobb pénzt tud mondjuk PR-ra, marketingre költeni, az lehet, hogy rettentő nagy előnyben van másokhoz képest. Hát pontosan így van, és Magyarországon azt látjuk, hogy még mindig a világkereskedelem és a világgazdaság főáramába kapcsolódó magyar vagy magyarországi vállalatok azok, amelyek fel tudják venni a versenyt a világ nyugati részének vállalataival, meg keleti részének vállalataival. Tehát Magyarországon is azok a vállalatok a jók és a sikeresek, amelyek nem bezárkóznak, hanem kinyílnak. De megint a magyar kormánynak a felelőssége az, hogy ne terhelje meg, ne büntesse a magyar vállalkozókat olyan módon, hogy ne tudjanak beruházni, hogy ne tudjanak hitelt felvenni, mert most ilyen pillanatban ez a helyzet. Ha a magyar kormány olyan adminisztratív és jogi környezetet, stabilitást, kiszámíthatóságot teremt a magyar piacon a vállalkozásoknak, a magánembereknek, amely ösztönzi őket a beruházásra, a munkahelyteremtésre, a boldogulásra, akkor csak nyertesei lehetünk annak, hogy hozzáférünk más, adott esetben nálunknál fejlettebb piacokhoz. Ez ösztönzi a magyar kreativitást, a magyar feltalálók, a magyar ötletek megvalósítását, adott esetben az Egyesült Államokban, vagy Nyugat-Európa más részein. Tehát mi mindenképpen a nyitottságból mindenképpen jól járunk. Az az ellensége a nyitottságnak, aki maga fél a világtól, aki maga eleve az életében is bezárkózó. Na de hát nézzük meg, hogyha bemegyünk akármilyen üzletbe, akkor ott ma már a szabadkereskedelemből származó termékeket vásároljuk. Tehát realitás a szabadkereskedelem, realitás a nyitottság. Ez ellen csak egy begubózó, végtelenül nacionalista, szűklátókörű, és valójában a magyar vállalkozások, a magyar emberek érdekeivel ellencselekvő emberek azok, akik ágálnak. Visszatérünk a 60-as, 70-es évekbe, vagy még korábbra, amikor ilyen zárt piacok voltak, meg minden agyon volt szabályozva. Ezt látjuk ma az Orbán kormánynál, és sajnos úgy tűnik, valamilyen oknál fogva az LMP ugyanezt a vonalat képviseli. Tehát én nagyon-nagyon kártékonynak tartom, amellett, hogy butasság az, amit Schiffer András mond, kénytelen vagyok ezt mondani, mert az Európai Unióból kellene kilépnie Magyarországnak, hogyha megtagadná a szabadkereskedelmet, mint olyat, mint fogalmat. Ennek megtagadjuk azt, hogy utazhassunk például, vagy a pénzünket kivigyük külföldre, hogy bankszámlánk legyen, hogy át tudjunk váltani valutát, hogy egy vállalatot alapíthassunk a környező országokban, hogy hozzánk jöjjenek külföldi vállalkozások, hogy itt letelepedjenek, hogy szóval egész egy teljes nonsens. Pont ez ellen küzdöttünk, ezzel a bezárkózás ellen hosszú-hosszú éveken keresztül, mi már a diktatúrában is, és már a német kormány is élén járt annak 88-89-ben, hogy a kapukat kinyissa Magyarország számára, és hát ez volt az egyik legnagyobb vívmányunk 1990-től kezdve. Így is maradjon. Köszönöm szépen Kerékbárfi Szabolcsnak, a Demokratikus Koalíció elnökségi tagjának. Viszont köszönöm szépen.